8 település, Baktaló rendháza, Apagy, Napkor, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Nyíribrony és Ramocsaháza volt érintett abban a projektben, amelyet fél év próbaüzemet követően zártak Napkoron. A beruházásnak köszönhetően több mint 18 ezer ember életkörülményei javultak a korábbiakhoz képest. Infrastruktúrálisan minden közműképítése megtörtént. Úgy gondolom, hogy továbbfejlődésnek az alapjai kerültek megteremtésre. Nagyon sikeres volt a beruházás, megfelelően végezték a kivitelezők jó minőségben, határidőre, teljes kiírásnak megfelelően sikeresen lezárult a projekt. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, a jelenlegi uniós ciklusban a kormány közel 400 milliárd forintot fordít hasonló fejlesztésekre. Amikor a kormány úgy döntött, hogy az önerőt biztosítja ezeknek a településeknek, akkor a lakosság nem azt mondta, hogy kiveszi a pénzét, hanem inkább ezt is fejlesztésre fordította. Azt gondolom, hogy önmagában ez a igazi példája annak, hogy a lakosság nagyon várta és nagyon áhította ezt a beruházást. Többször elmondtam már, hogy pont ennek a jelentőségét látva a kormány úgy döntött, hogy a 14-20-as forrásba 385 milliárd forintot elkülönített szintén ugyanilyen célokra. A zárórendezvénynek otthont adó Napkoron 1,5 milliárd forintból 20 kilométernyi gerincvezeték épült meg a beruházás részeként. Több mint 1200 ingatlanban valósulhat meg a rákötés lehetősége, és azt is mondhatom jó szíve, hogy már több mint 1000 háztartásban rákötöttek Napkoron a szennyvízre. Egyrészt emiatt jelent sokat, másrészt pedig összegszerűen is akkora támogatást kaptunk, hogy az elmúlt 25 év nem csak a legnagyobb támogatásáról van szó, hanem összességében sem éri az összes többi támogatás ezt a nagyságrendet. A megyei közgyűlés elnöke szerint történelmi jelentőségű a megyebeli kistelepülések szennyvízhálózatát. Kiépítése. Egy városias urbanizált környezet keletkezik ezzel a kisebb településeken, falvakban is, és ezzel, illetve ezekkel a beruházásokkal, amiknek most az átadása a folyamatban van a megyébe, szinte 100%-osan megvalósul a 2000 fő fölötti települések szennyvíz és csatorna beruházása. Ez azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű valóban a megye szempontjából. Ugye annak idején a víz is megvalósult, most pedig a szennyvíz beruházás kiskövették ezt a trendet. Az érintett 8 településen több mint 60%-os a rákötési arány, és mint a társulás elnöke elmondta, terveik szerint 2016 nyaráig a 4800 háztartás legalább 80%-a csatlakozik majd rá a hálózatra.